A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Azt hiszem, kevés olyan ember van, aki nem szereti a sajtot. Sőt, egyre ingyencebbek vagyunk e téren, hiszen amikor csak tehetjük, különleges kézműves sajtokat kóstolunk. Nem kell messzire mennünk, hogy hasonló élményben legyen részünk, hiszen Székelyföldön a kézműves sajtok egyre gazdagabb kínálatával találkozhatunk. Ma egy Maros megyei sajtmanufaktúrába megyek, hogy isteni finom érlelt sajtokat kóstolhassak, és bemutassam önöknek azok készítőjét, Varga Istvánt, aki a 30-as éveinek legelején gondolt egyet, és megkezdte kalandját Kundon a sajtok karakteres, krémes és mesteri világában. Biztos vagyok benne, hogy ha velem tartanak, nem bánják meg. Gyerünk, kérlek szépen! Jaj, milyen illatok vannak itt! Ma kétféle sajt készül. És akkor mit fogunk ezzel csinálni? Ez egy sajthárfa. És a sajthárfa, amit látod, hogy vannak drótok, ezek a drótok nagyon finoman fogják felszeletelni az alvadékot, azért, hogy a savó minél jobban folyjon ki belőle. Az első lépés ennek ez a felvágás. Lényeg az, hogy ez itt finomkán történik. Ahogy látod, már jön is ki belőle a savó. Láttad? Igen. A lapátot kérlek vedd. Igen. Áll. És onnan, ahol vannak, hogy nagyobb darabok, hozd ide a hárfa felé. Lássuk. Sikerül? Úgy, nyugodtan, nyomjad. Próbáld körbe venni. Jó, tehát így. Pontosan, ez az. Úgy, kukorica szemméretű szemcsékkel legyenek. A töregnek a mérete kb. Az kéne legyen. Ami látszik amúgy, az a sárgás folyadék, az a savó. Jó, lássuk csak. Látod, még mindig jönnek fel nagyobb szemcsék. Minek készültél, minek tanultál? Mert nem sajtkészítőnek. Nem, én nevelő vagyok igazából. Nevelő? Nevelő, igen. Németországban jártam végig egy ilyen nevelőképzőt, miközben dolgoztam, hát ilyen szociális problémákkal küzdködő gyerekekkel Németországban. Itt létezett a faluban egy gyerekotthon, de itt igazából fiatalokról beszélünk, ilyen 14 és 21 év közöttiekkel, akik igazából Németországban elterültek a megfelelő úttól, és akkor ezt próbáltuk mi valahogy úgy helyre pofozni a dolgokat, hogy sulizás, meg hozzászoktatás egy normális programhoz, főzés, mosás és ilyenek, és ezt csináltam, hát jó 14 évig ezt csináltam, és utána abba hagytam valamikor 2013-ban, és 15-ig nem csináltam semmit, nem igaz, csináltam akkor is egy csomó mindent. Úgy próbálkoztam sok mindennel abban a két évben. Közben ilyen friss termékeket, mint tejfölt, meg gomolyát, meg ilyesmit kezdtünk készíteni a tejünkből. És akkor hallottam egy tanfolyamról Gyergyóba, és elmentem a Caritashoz, hogy megtanultam a sajtkészítést. De honnan jött a sajtok iránti szeretet, az érdeklődés? Hát igazából az volt, hogy a szüleim farmja mindig tejet termelt már 20 éve. És az a baj, hogy igazából, hogyha nem vagy egy bizonyos méreten fölött a farmmal, és az állatlétszámmal, és gépesítve meg minden, akkor nem igazán éri meg fejőstejenekkel foglalkozni. És nekünk főleg nyáron olyan szép termékünk van, az a nyers tej, amit a legelő ad nekünk most például, hogy úgy kár volt tovább árusítani a feldolgozóknak bagókért, és akkor keresnünk egy megoldást. A probléma az, hogy minden nagyon szép a friss termékkel, nézd, mit tudom én, tejfő vagy joghurt vagy valami ilyesmi, annyira különbség, a probléma csak, hogy 2-3 hét után már el is lehet dobni. És akkor keresnünk egy olyan megoldást, hogy tudjuk igazából
természetesen tartósítani. És az egyetlen megoldás, amik erre létezik, az a, az, az érlelés, sajtérlelés, aminek ugye két előnye van. Egy az, hogy kevesebb terméket tudsz elraktározni, mert ugye 1:10 az arány, úgyhogy 10 liter tejből lesz 1 kg sajt, 100-ból lesz 10 kg sajt. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy, hogy tényleg lehet érlelni, és minél többet érleled, annál értékesebb lesz az áru. Úgyhogy erről volt szó. És ez a kettő úgy megfelelt nekünk. Természetesen nem tudod csak úgy neki fogni, nem esztelen fogok csinálni az érlelcsönetre, hogy kellett egy műhelyhoz. Azt mondtad, hogy elmentél egy ilyen képzésre tulajdonképpen, igen, külföldi mesterek jöttek, és igen, mire volt ez például elég? Mert gondolom én, hogy azért egy ilyen rövid képzés alatt nem lehet mindent hát megtanulni. Hát a lényeget megtanulod. Tehát igazából, az alapot. Igen, aha, igen, az alapot megtanulod. Ha így utána olvasom, még utána egy picit, vagy utána kérdezősködsz, vagy kezdesz egy kicsit kíváncsi lenni, akkor természetesen rájössz arra, hogy nem épp olyan könnyű, de az alapokat akár hazajössz, és neki fogsz sajtot készíteni. És akkor Kunda az alap volt, mert akkor ezek szerint a szülői birtok itt volt. Igen, ez itt van. Na közben menjünk el. Igen, menjünk, persze, csináljuk a dolgot. A svájciak azt mondják, hogy a sajtot rézusba kell készíteni. Na, ez a szenes sajt. Mindig akartam sötét színű sajtot készíteni. Próbálkoztam Nescaféval, kakaóval, és minden, amit kaptam, az mindig, ami sikerült, az mindig szürkés volt. Mondjuk ez se néz most feketének ki, viszont ahogy kipréselődik, már sötét szürke lesz, és a végén már jó fekete a termék, azt fogjuk majd látni később. Igazából az egész sajtkészítés egy olyan 7-7,5 óra. Természetesen közben még kell forgatni a présen is a sajtokat, és utána bekerülnek a sósvízbe, a sósvízbe megint kávé 24 órát, és onnan kivéve bekerülnek a pincébe az érlelésre. És ez a büfé, ez honnan jött, vagy ez most itt, akkor mit lehet tudni erről? Hát igazából az úgy indult be az egész dolog, hogy sokan jöttek hozzánk, és azt mondta, ugye vásároltak sajtot, mert minden csak az a kérdés, hogy mindig az volt, hogy kávét hol kaphatunk. Na, és a gurmé vendéglő, ami itt van nálunk a faluban, ugye az nem mindig tart nyitva, vagy szükebb a hely, vagy főleg tavaly járvány miatt nem nagyon lehetett helyet kapni. És akkor úgy döntötték, hogy egy büfé az jó lenne, hogy valamivel tudjuk kiszolgálni a vendégeinket, és természetesen közel álló, mert a sajtunkat használjuk fel. Van sajtos palacsinta, és sajtos grill szendvics, és... Jó, meg kell kóstoljuk ezeket. És van speclink sajta. Jó, és akkor mi most összetörtük, feljön a savó, és akkor mi a következő folyamat? A következő folyamat az, hogy felkezdjük kavarni. Aha, tehát hogy akkor most jön ez a gépezet, ami most majd akkor nekiáll és keveri, ugye? Pontosan. Sósfürdő, itt maradnak a sajtok 24 órát, utána itt pedig itt lecsepegnek. Ez igazából szovátai sósvíz, amit mindig felfrissítünk sóval, hogy legyen full sós. Ezek ugye a friss sajtok, és ezek kis kecske sajt. Jó, menjünk be? Igen. Igen, hát erre vártam. Ami a sajtfürdő kijön és lecsepeg azokon a polcokon, utána azok két hetet töltenek az első polcon, ami közben minden nap meg kell forgatni, és minden nap meg kell mosni. Utána pedig cserélünk deszkát, és egy olyan deszkára kerülnek, amelyeken a következő másfél hónapot fognak tölteni. A másfél hónap alatt is minden nap meg kell forgatni, és körülbelül kétszer hetente szoktuk mosni őket. Jó, válasz a kérdét, melyet szeretnék. Hát a szenes. Oké, okay, mivel a felső fele most fent van, és száraz, megfordítjuk, és a felső fele az jön a deszkára, pontosan, és akkor a lényeg az egész, hogy egy picit bemártod vízbe. Igen. Jó, rázd le. És akkor a felületét bekened vízzel. Jó. Ahogy látod, vannak kis rések a sajtban. Azok a sajtruhától vannak kipréselés közben, és a lényeg abban az, hogy azokban a kis résekben megmarad a víz. És igen, szépen addig, amíg folyamatosan kiszárad, táplálja a kérget víz. A lényeg az, hogy a kérget az nem olyan száradjon ki, mert az a membrán, amely által kommunikál a külvilága a sajt belső. És a lényeg itt az egész sajt ápolásnak az, hogy mindig az idősebb sajtoktól kezdjük és menjünk a fiatalabbakhoz, mert ugye a sajt kérge is egészséges baktériumdús világ,
és akkor a régebbi sajtoktól, az idősebb sajtoktól átviszik a fiatalokra azt az egészséges baktérium világot. Igen. Aha. Jó, nagyon ezt visszatessük. Ennyi az egész. Milyenek voltak, István, arról mesélj nekem egy kicsit a kezdeti évek, a kísérletezések, mert ugye az elején mindent egyedül csináltál. Tehát de a kísérletezés az elég rövid volt. Tehát eleve tudtad, hogy mit, merre, hogyan? Mikor eljutottam Gyergyóba a sajtműhelybe, igazából az volt, hogy jó Istenem, milyen savószag van. Ez volt az első dolog, azt ti is érzitek itt. És azt mondtam, ezt fogom most ezen túl csinálni. Igazából, amikor láttam és kóstoltam a terméket, én friss sajtokat nem szoktam enni, nem szeretem. Viszont az élet sajtokat imádom, a penészes sajtokat is imádom, szóval minden, amin egy picit volt dolgozva, én azt nagyon-nagyon csípem. Ez amúgy a diós sajt. A dió az vízbe van áztatva 8 órát, és utána pedig konyakba áztassuk még 8 órát, és konyakostól minden este belőkerül a... És érdekes módon nem árt a baktérium. De lehet, hogy itt van szén, konyakos, borós. Hogy találtad meg a saját ízvilágodat, hogy te milyen érlelt sajtokat akarsz csinálni? Hát a boros sajt az úgy volt, hogy az egy elég klasszikus érlelt sajt, hogy borba áztatják a sajtokat. Ezt szoktak csinálni. Vagy áztatni, vagy vörösborra mosni. Igazából a lényeg nekem az ott állt, hogy... Folytassuk? Igen. Jó. Egy kollégám mondta, hogy kell készíteni. Azóta áttértünk, hogy palackozott prémium borokat használunk hozzá. Uh-huh. Itt egy szomszéd faluban lévő borászattól, amivel nagyon-nagyon meg vagyunk elégedve, mert fantasztikusan jó termék. Ez a Villa Vina. Pontosan a Villa Vina fekete liánkájába szoktuk áztatni. Uh-huh. Egy darabig ömlesztett borokat dolgoztunk, ugyanúgy az ők ömlesztett boraikkal, és utána próbáltunk egy palackozott bort, ami természetesen részünkre egy picit többe kerül, viszont a minősége is kiváló lesz a sajtnak azáltal. Jobban érzik benne a gyümölcs része a boroknak. Mitől jó szerinted egy sajt? Szerinted? A tejtől. A tejtől. Aha. Főleg, vagyunk máshol, mint ez natur volt, az igen, igen. És ez csilis. Ez csilis. Igen. Csilis csokis. A tej. Kétféle tej létezik ezen a világon. Ezért fontosak neked az állatok. Pontosan. Félretéve azt, hogy milyen állattól van, létezik nyers tej, amit nyersen fel lehet dolgozni sajtát, vagy létezik az ipari tej, amit csak hőkezeléssel és különböző adalékokkal lehet érlelt sajtot belül készíteni. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet érlelt sajtot belül készíteni, csak nem csak úgy magára és nem nyersen. A lényeg az, hogy annak függvényében, hogy mivel táplálkozik az állat, attól lesz egészségesebb, vagy nem annyira egészséges a tej, mert ez minden átadódik. És lényegben az élelt sajtokhoz a lényeg az, hogy minél természetesebb legyen a tej. Tehát tejállat. Ettől jó egy sajt. Ez a lényeg. Egy kicsit a piacra vagyok kíváncsi, hogy ezért tudjuk, hogy az érlelt sajtnak pont emiatt, hogy nem friss sajt, hogy több a munka vele, hogy más sok szempontból nem volt ezért itt Romániában akkora piaca, mert hogy egy drága sajtról beszélünk, vagy kategóriájában drágábbról, főleg, hogy az emberek itt inkább a frissebb, olcsóbb sajtokat veszik. Milyen volt az elején a piac, meg most milyen a piac? De mennyire nyitottak az emberek itt az érlelt sajtokra? Természetesen volt egy fejlődés, amiben belesegített az, hogy előtte már sajtkészítők kezdték ugye az élelt sajtokat készíteni, ami részemre jó volt, mert már ismerték. Én nem voltam soha, most már meg vagyok elégedve mondjuk így, de volt egy út, amikor miközben én úgy láttam, hogy nem felel meg az ára a felhajtásnak, amit belefektetünk mi ebbe a termékbe. Ugye létezik a forrázott sajt, amely eléggé gyorsan és eléggé nagy mennyiségben létrehozható, és az érlelt sajt azért más figyelmet igényel, és másféle nyersanyagot is igényel. Mi például csak a saját nyersanyagunkat dolgozzuk fel, pont azért, hogy tudjunk megbízni abba, amit feldolgozunk. És természetesen nálunk is történnek hibák, és nálunk is vannak érzékenyek tejek, érzékenyebb napok, ahol mikor nagyon esős az idő, sok a sár, vagy valami ilyesmi megtörténik, hogy nem mindig tökéletes a tej, de általában ezek már sikerült nekünk olyan százalékra levinni, hogy nyugodtan csináljuk a dolgokat. A piac az úgy reagál rá, hogy sokan jártak külföldre már, és ismerik onnan, és természetesen kívánják, hogy legyen itt is. Másik része viszont az a réteg, aki olvas sajtokról, aki megérti azt, hogy egy fontos tápanyag forrás,
és azt akarja, hogy minél egészségesebb legyen. Akkor most egy jó kis megérdemelt kóstolás. Egy fekete lánka megfelel? Igen, tehát akkor ebbe áztatják szó. Ebbe áztatják. Ez a bor is azért fontos részemre, mert 18 kilométerre van tőlünk. Amennyire lehet, próbáljuk összehúzni a kört, és közelben lévő termékeket használunk. A dió például a saját diófáinkról van, ami a sajtba került. Ebben a dobozban egy olyan 6-féle sajtocska van. Na, itt a szenes sajtunk, boros. A csiriscsokis, a boros. Uh-huh. Igen, itt van valamilyen fűszeres. Én egy borost. Ennek még jó a hüvesélet is, itt van már egy jó fél órája. Uh-huh. Medvehagymás szerintem. És köménymagos is van. Mit szólt a család ahhoz, hogy belevágsz egy ekkora kalandba? Tehát mondjuk a szüleid. Most így utólag nehéz mondani ezt, hogy merre ment volna a sors a farmnak. A szüleim már idősek, igazából ők segítenek mindenbe, ami a farmot illeti. Nélkülük nem tudnánk ezen a szinten csinálni. És borzalmasan hálás vagyok azért, hogy ők léteznek. De nem tudom, milyen irányba ment volna a farm, ha nem kezdtük volna ezt a dolgot. Mindig hangsúlyozom azt, hogy ha valami más elképzelése van valakinek az életéről, akkor ugye azt a szünetet ki kell vegyen magának, és ha lehetősége van rá, húzódjon vissza egy picit, és gondolja át a dolgokat, hogy mit tud csinálni. Természetesen nem olyan időkben élünk, amikor ezt akárki meg tudja engedni magának. Én olyan helyzetben voltam, hogy megkértem őket, hogy ugye most 2 évig tartsanak el. Nem vagyok én büszke erre, hogy olyan fiatalon nem tudtam, hogy mit csinálok, de igazából a munkaéletben nagyon korán nekivágtam már dolgozni, 19 éves koromban én már a gyerekekkel dolgoztam. De úgy látom, hogy olyan fantasztikus dolgot hoztunk létre, és olyan büszke vagyok arra, hogy mi ezt a szintet tudjuk tartani, és hogy meg tudott maradni ugye a személyzet is. Sőt, még úgy látom, hogy többet nyújtunk nekik is, és fejlődik. Természetesen ezáltal fejlődik egy része a falunak is. Itt a községben 7 falu létezik, amelyekben Kundon van egy gurmé vendéglő és egy gurmé sajt műhely. Ez egy olyan fantasztikus dolog szerintem. Abszolút. Én azt kívánnám, hogy minden faluban legyen minimum egy gurmé vendéglő és egy gurmé sajt készítő, vagy egy lekvár készítő, vagy valami. Ez lenne a folyamat, amelyeket kellene követni mindenféle szempontból, hogy az a friss és finom nyersanyag, ami falun készül, kertekben, vagy ültetvényekben, vagy ilyesmi, az ott is dolgozódjon fel. Ahhoz, hogy ilyen minőséget, meg ilyen hangulatot tudjál teremteni, meg ahogy figyelsz az embereidre, rengeteg idő és energia szükséges. Mennyi idő marad magadra? Hát szerintem... Van időd magadra? Hát kifelé az egésznek úgy tűnik, hogy rengeteg. Mert az a része a munkának, amiket én végzem, az, amelyik legkevésbé látszik. Ami ugye adminisztratív dolgokat jelent, papírmunkát, a kuncsavtal, főleg nagy kliensekkel kapcsolattartása, marketing, új ötletek létrehozása, fejlesztés a farmnak, tanulmányozás az új dolgoknak, állatoknak a jólétre figyelése, hogyan tudjuk fejleszteni az egészet, hogy ők legyenek az első helyen, igazából, mert ők adják nekünk a nyersanyagot, akkor ők kell legyenek az első helyen is, és az ők jólétük a legfontosabb, amúgy nekünk nagyon egészséges állataink vannak, azáltal, hogy nem használunk egyáltalán ipari takarmányt, hanem csak amit mi hozunk létre, de ez természetesen, ez borzalmas sok energiát és időt emészt fel, sok mindenre nekem nincs is időm, és ezért sok minden el is húzódik, főleg olyan szempontból, hogy én vagyok az, aki másképp képzeli a jövőt, mint a hagyományost. És ez nem mindig könnyű, mert természetesen több generációk vagyunk, és mindig konfliktusokhoz vezet, de fejlődés nélkül nincs előrelépés, ez természetesen így van. Mivel tudsz feltöltődni? Mi az, ami téged feltölt? A családom természetesen. Uh-huh. Van 2 nővérem. Uh-huh. Természetesen édesanyám, édesapám, próbálunk együtt időt tölteni, amennyiből lehet.
nagy részben mindig munkakapcsolatban van, mert hazaérek, megbeszéljük a teendő dolgokat. Legjobban kikapcsolok a barátnőm mellett természetesen. Uh-huh. Ez így egy olyan részt hozott, hogy valahogy létezik másolom is a munkán kívül. És ez nagyon könnyű elfelejteni azt, és nagyon könnyű belemerülni abba, hogy na most csak dolgozunk. És ezt lehetne is. Lehetne. Igazából 24 óra nem elég. És az a 365 nap nem elég. El kell dönteni azt, hogy hova akarsz jutni, és melyik az a vonal, amelyiket akarod húzni. És beszéltünk arra a fejlődésre, miért szükséges. Nem szükséges ez a fejlődés feltétlen. Viszont el kell érni azt a szintet, hogy mindenki nyugodt legyen, mindenki jól éljen, és nem fog stagnálni igazából, mert nem stagnál, mert mindig van egy ilyen alapzatos fejlődés, viszont úgy valahogy a körülmények 95%-ra meg vannak teremtve, és az a többi 5%-on lehet játszani majd. Úgyhogy például az idén, ha sikerül építsük egy új istállót, akkor télire el vannak látva az állatok, úgyhogy kényelmesen éljenek, és könnyebb legyen velük dolgozni. És akkor nagyjából el van élve az a 95%, és utána csak fejlesztünk. Fejlesztünk minőségen, mert nekem a lényeg az, hogy ne feltétlenül több termékem legyen, de az a minőség az legyen megfelelő. Mivel foglalkoznál, hogyha nem ezzel? Ez jó kérdés. Ha most abba hagynám, vagy ha nem lett volna Nem lett volna. Vagy mi az, ami még amúgy érdekel? Hát én valamikor ezelőtt majdnem 10 évvel, 2012-ben Maros megyének az első elektromos autóját én hoztam létre, az egy kis átalakítás volt. Nagyon szeretem az elektromos autó témát, nagyon hiszek az alternatív energiákba, és valószínű, hogy valami ilyesmit keresnék. Akár vállalnék egy munkahelyet is, pedig nem vagyok feltétlenül az a stílus. Mire vagy a legbüszkébb? Nem tudom ezt elmondani. Sok mindenre próbálok büszke lenni, mert úgy néha elfelejtődik az, hogy van is, amire büszke lenni, mert sokan nem vagyunk Romániában, Erdélyben, akik ilyen minőséget tudunk létrehozni, és úgy lehet, hogy arra vagyok büszke, hogy eléggé konzekvens voltam azzal, hogy ezt így kell csinálni, és nem feltétlen ahogy az ipar elírja, vagy lehet, hogy ez egy olyan fontos része az egésznek, hogy meg tudtuk tartani a minőséget, és esetleg még fejlesztettünk is rajta. Igazából arra kell büszke lenni, ami az embereket elégíti ki igazából, és a klienseink, hogyha boldogak és szívesen fogyasztják a termékeinket, akkor arra tudok én büszke lenni igazából. Milyen terveid vannak még? Nem csak a cégben, tehát a manufaktúrában, hanem akár magánemberként. Lényegben most úgy nagyjából az idén úgy végzek azokkal a dolgok, amit terveztem, amit kitűztem magamnak, és utána következik a következő lépés. De nyugodt kell legyek ahhoz, hogy tudja folytatni a többi dolgok, a család felépítés. Szerintem ez lesz a következő lépés. Szerinted, hogyha 10 vagy 20 év múlva találkozunk, akkor hol fogunk találkozni, és én mit fogok belőled akkor látni? Hát szerintem ugyanitt fogunk találkozni. Remélem, hogy ugyanitt fogunk találkozni. Más körülmények, pár gyerek utánunk. Igen. Szerintem akkor már családi körülmények között fogunk találkozni. Remélem. De akkor már egy sokkal nyugodtabb. Valószínű. Átalakultabb. Valószínű. Igen, 20 év. Hát 20 év múlva akkor már teljesen másképp néznek ki a dolgok. 10 év múlva nem éljünk olyan távol. Legyünk egészségesek szerintem. Az a lényeg. Miért fontos neked az, hogy itthon valamit alkoss, ami megmarad, vagy ami fennmarad? Mert sokkal nehezebb itthon, mint máshova elfutni. Elmész, aki elmegy, aki külföldön keresi a szerencsét, az
külföldön dolgozik valakinek, más felelőssége nincs csak a munka iránt. Én itt viszont vállaltam ezt a szép részét az életnek, de nehéz is, úgyhogy felelőssége jár, és akkor hol, ha nem itt? Milyen szebb helyen, ha nem ezen? Igen, ez így van. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.